Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez itt a 24 plusz legújabb kiadása. Ma arról szeretnénk beszélgetni, arról fogunk beszélgetni itt a következő fél órában, hogy a NATO főtitkára nemrég egy nyilatkozatban kitért arra, hogy akár évekig is elhúzódhat az Oroszország-Ukrajna ellen indított háborúja, hogy mennyire vagyunk erre felkészülve, mivel jár ez, illetve mit fog jelenteni a világ számára. Erről lesz szó műsorunk első felében, de ugyanakkor arról is, hogy több mint 7 millió ukrán állampolgár hagyta már el hazáját, otthonát, biztonságos menedéket keresve a világban. Tegnap csak 9 millióan, több mint 9000-en érkeztek Romániába például, hogy hogyan birkózunk meg ezzel a feladattal, és mit jelent ma a menekült státusz, hogyan kezeli Románia a menekülteket, erről is szó lesz. Műsorunk második felében pedig egy hazai témát is hozunk Önöknek, a háromszéki zászlóügyről lesz szó. Tartsanak velem, tehát a következő fél órában röviden mutatjuk első témán kiinduló pontját. Akár évekig eltarthat még Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja, a NATO főtitkára szerint. Jens Stoltenberg a Bildám Zonták című vasárnapi német lapban közölt interjúban elmondta, számolni kell azzal, hogy Ukrajnának hosszú ideig szüksége lesz még a szövetség támogatására. A NATO tagországok nem lankadhatnak, a segítséget folyamatosan biztosítaniuk kell, akkor is, ha sok költséggel jár, nem csak a katonai támogatás, hanem az emelkedő energia és élelmiszerárak miatt is. Stoltenberg szerint ezek a költségek összesen hasonlíthatók azzal az árral, amelyet az ukránok fizetnek emberéletekkel nap mint nap. A háború kitörése óta egyébként a 44 milliós lakosságú Ukrajnából több mint 7 millió 700 ezer fő menekült el. Közülük több mint 1 millió 250 ezeren Románián keresztül, vagy éppen Romániába menekültek. Ami azt jelenti, hogy átlagban naponta 10.692 ukrajnai lépte át a román határt február 24-e óta. Összesen mintegy 80 ezeren kértek menedékjogot Romániában. És első témánkhoz beszélgető társaim itt ma este az interneten keresztül kapcsolódva Vadi András külpolitikai elemző, illetve Tisler Ferenc a Máltai Szeretetszolgálat főtitkára. Jó estét kívánok, uraim! Jó estét! Jó estét! Sajnos ugye 3,5 hónap telt el, amióta a háborús helyzetről beszélhetünk nap mint nap itt a 24 pluszban is. Többször voltak már vendégeink, úgyhogy köszönöm, hogy itt vannak ma is. Nagyon kemény kijelentésnek számít a NATO főtitkára által, hogy akár évekig is elhúzódhat ez a háború. Fel vagyunk erre készülve? Adi András, hogy látja ezt a helyzetet külpolitikai szempontból? Jens Stoltenberg végre kimondta, amit nagyon régóta ki kellett volna mondani, és ezzel mintha megpróbálta véget vetni annak a találgatás sorozatnak, hogy akkor mi történik a továbbiakban Ukrajnával, hogy mennyire hatékonyak, hatásosak esetleg a háttérbéketárgyalások az oroszokkal, az ukránokkal, az oroszokkal és az ukránokkal, illetve a törökökkel és így tovább. Végre kimondta, hogy ez elhúzódó háború, ez eddig is látszott elég kevesek számára, de mindenképpen látszott. Végre utalt arra, hogy itt tulajdonképpen ami a Donbászban zajlik, az egy felörlő háborúnak az egyik fázisa, hogy a március-április környékén még uralkodó örömhullám, ami amiatt volt, hogy olyan látványosan és szélesvásznon csődöt mondott Oroszország stratégiája a kijevi lerohanással, illetve a rezsimváltással, az mondjuk úgy május elején, május 7-én egészen pontosan kezdett átfordulni egy picit, inkább azt mondanám, hogy árnyalódni, ugyanis ekkor teszik rá az oroszok a kezüket Popasznára, és ebben a pillanatban kezd világossá válni, hogy Szeverodonyeck bekerítése a cél, illetve felszámolása, megszállása. Ettől a pillanattól kezdve számíthatunk arra, hogy az oroszok a Kijevből, az északi részekről átcsoportosított, leharcolt egységekkel együtt ide nehéz tüzérséget, gyalogságot, páncélosokat fognak átdobni,
és mindenképpen elhúzódó lesz ez a háború. Ugyanakkor mostanra talán lehet arra tippelni, hogy annak és széles látószöggel az orosz stratégia mindez idáig csődöt mondott, viszont taktikai előnyökre tettek szert az elmúlt körülbelül egy hónapba, amióta a Donbászt kvázi uralják. A kérdés az, és az aggasztó kérdés az, hogyha a Sziverszki Donyecken átkelnek, és teret nyernek tulajdonképpen Ukrajna belseje fele, akkor mi történik? A kérdés a továbbiakra vonatkozóan az, hogy mennyire képesek az ukránok szembenézni azzal a mondjuk úgy húsörlővel, ami tulajdonképpen az orosz oldalról ember életeket, anyag mennyiséget nem kímélve átgördül rajtuk. Magyarán Szeverodonyecket meddig tartják, illetve fel lehet-e adni Szeverodonyecket úgy, hogy ne legyen az ukrán oldal számára egy hatalmas arcvesztés, hiszen az eddigi mantra szerint és a politikum szerint is Szeverodonyeck nem akarja megadni magát, továbbra is főleg az ipari részén harcok dúlnak, és könnyen előfordulhat, hogy Mariupol sorsára kerül a város. Egyfajta állóháborút látunk tehát, ami emberéleteket követel, és több millió menekültet is. Tisler András, Tisler úrhoz fordulok egy kérdés erejéig. A Máltai Szeretetszolgálat ugye a háború kirobbanása óta első perctől kezdve egy nagyon fontos feladatot vállalt fel, és pedig a menekültek helyzetének az azonnali kezelését már a határnál. Mi változott ez a több mint 3,5 hónap alatt menekültek területén, kérdésében? Mi az önök tapasztalata, Tisler úr? Nem mondhatnám azt, hogy nagy a változás, és folyamatosan érkeznek. Ugyan nem annyian, mint amikor elkezdődött a háború, kevesebben, de jönnek. Általában mi fejlesztettük a tevékenységünket, és igyekszünk minél nagyobb támogatást nyújtani a menekülteknek, és elkezdtünk Ukrajnába feltérképezni a helyzetet, és kiderült, hogy nagyon sokan néha farcs hírek miatt nem mernek átjönni Romániába, nem csak Romániába, hanem nem mernek kilépni az országból, és a farcs hír mondom is, hogy mi az, ami utóbbi napokban, hetekben hallottunk, hogy egy olyan törvényt készítenek elő a hatóságok, hogy aki elhagyta az országot, az árul és elveszti minden vagyonát. Ezért nagyon sokan, tehát ez egy borzasztó rossz megközelítés, nagyon próbáljuk megmagyarázni nekik, hogy ez nem igaz, ez a kormány attól nyugodt, hogyha ők eljönnek a háborús övezetből, de nem teszik ezt, nagyon sokan megállnak a határ mellett, ukrán részen. A Kárpátaljától Csernobilig, tehát teljes részen, Csernóci, bocsánat, teljes részen a kisfalvakban több ezer menekült van. Mi most már lassan őket próbáljuk segíteni, hisz a helyi közösség már nem tudja ellátni őket. Ugyanakkor elindult egy visszatelepedés is, nagyon sokan mennek vissza Ukrajnába, de ugyancsak a határ széléig. Tehát illetve belépnek az országba, és próbálnak ott letelepedni. Mi nagyon sok családnak segítettünk, nagyon sok családot elhelyeztünk Erdélybe, és próbáltuk megmagyarázni, hogy maradjanak. Tehát itt körülmények vannak biztosítva számukra, szolidaritás van, az emberek segítik, jobb itt lenni, mint ott. Nagyon sokan közülük visszatértek, és a sátorba, sportpályán, csűrbe, melléképületekbe, iskolákba, rögtönzött szálláshelyeken vannak, de félnek itt maradni. Én azt gondolom, hogy szeretett szolgálatunk már első perctől hosszú időszakra rendezkedett be, hiszen azt pontosan tudtuk, hogy a háború, mi reméltük legalábbis, és reméljük, hogy minél hamarabb véget fog érni, de a helyzet Ukrajnába nem lesz valamilyen rózsás, és nekünk oda kell menni, és ott kell segíteni. Ezért mi hosszú távon rendezkedtünk,
Erről még mindenképp beszéljünk a ma este folyamán, hogy mit jelent önöknek az, hogy igen, akár évekig is eltarthat ez a háború és ez az állapot. Egy kérdés erejéig visszatérnék Ady András külpolitikai elemzőhöz. Itt a NATO főtitkárának a nyilatkozatában volt egy érdekes kijelentés, amire ki szeretnék térni, és pedig azt mondja, hogy ha Vlagyimir Putyin orosz elnök azt a tanúságot vonja le ebből az ukrán háborúból, hogy nyugodtan folytathat mindent ugyanúgy, mint ugye 2008-ban, illetve 2014-ben a Krím-félsziget megszállása után, akkor mi fizetünk még sokkal nagyobb árat ezért. Hogyan értelmezhetjük ezt valójában, hogy mi Európa, illetve mi a világ egy sokkal nagyobb árat fogunk fizetni ahhoz, hogy megállítsuk Oroszországot? Vagy teljesen mást jelent ez ön szerint? Minden valószínűség szerint, nem tudom, hogy mi van Stoltenberg úr fejében, de minden valószínűség szerint nem csak a kibontakozó élelmiszerválságra, vagy az energiahordozó penúriára gondolt ő, hanem valami olyasmire, amit mondjuk ugyan nyugat nagyon húzódozva, jelenleg is még húzódozva próbál elfogadni, és pedig viccesnek és nem túl bonyolultnak tűnő, de paradigmaváltás. Tehát akkor, amikor 24-én február 24-én elkezdődött az orosz-ukrán háború, akkor még nagyon sokáig, hetekig utána arról szólt a történet, a tálalt történet, hogy itt a demokrácia védelméről van szó, egyes országok, egész országláncolatok, Baltikumtól lefele egészen hozzánkig, demokráciájának védelméről van szó. Most pedig végre valahára az az érzésem, hogy kezdik pragmatizálni ezt a kérdést. Magyarán nem a demokrácia védelméről van szó, hiszen Európa számos olyan országa kerülhet nagyon-nagyon könnyen érintettségbe ezzel a konfliktussal kapcsolatban, ahol a demokráciát mondjuk úgy nem tartják olyan szenten, vagy szentnek, vagy szentül be. Éppen ezért, és ezekre az országokra is, és továbbra is szükség van, éppen ezért a paradigmaváltás arról kezdett szólni, hogy itt arról tevődik fel a kérdés egyszerűen is magyarul, hogy megengedhető lesz ettől errefele egy ország számára, aki bír a talpasokkal és a technikával, hogy kénye kedve szerint változtatgassa a szuverén országok határait. Beavatkozzon, betörjön, területeket foglaljon el, és ha igen, akkor mi mire leszünk képesek ebben a régióban? Tehát mi fog itt történni, mivel hozakodunk elő, hogyan védjük magunkat? És ez nagyon-nagyon fontos paradigmaváltás. Azt is ugye rögzíteni akarják, hogy Oroszország veszélyt jelent stabilitásunkra, békénkre, de erről még beszéljünk, visszatérünk egy gondolat erejéig erre a kérdésre is. Tischler úrhoz fordulok ismételten, hiszen a menekültek kérdése, ugye napi szinten olvashatunk egyfajta romániai jelentést is arról, hogy hány ezren érkeznek az országba, de hogy nem tudjuk azt, hogy pontosan mi történik ezekkel a személyekkel. A román állam az elmúlt több mint 3 hónapban mennyire tudja ma már hatékonyan és jól kezelni ezt a menekültválságot, és valóban stabilitást és biztonságot teremteni ezen személyek számára? Én azt gondolom, hogy a román állam példásan lépett ebben a kérdésben. A első perctől tényleg a teljes apparátusát biztosította a megyei tanácsok, prefektúrák, a katasztrófavédelmi hatóság munkatársai ott voltak velünk, ott voltunk együtt velük és dolgoztunk. Volt, ahol a nagyon jó rendszereket, például Máramarosz-szigeten hihetetlenül gyorsan és nagyon átlátható rendszer tudtak kialakítani, volt, ahol későbben lassabban alakultak ki ezek a rendszerek, de azt gondolom, hogy példánsan lépett. Hogy hogyan fog cselekedni a következőkben, amikor már nem valószínű, hogy itt kell Románia területén segíteni, ezt nem tudom, hisz a bürokratikus közbeszerzések meg az egyebek miatt ilyenkor azt gondolom nincs idő várni, tehát ilyenkor lépni kell. Ez miatt lehet, hogy késésben lesz, lépés hátrányban lesz a civil szervezetekhez képest, de meggyőződésem, hogy továbbra is a bizalom megmarad, és közösen el fogunk tudni kezdeni a határon túl. Mi már ott vagyunk, a román
kormány képviselőit időközönként látjuk, szállítmányokat, segélyszállítmányokat hoznak, de effektív gyakorlatilag tevékenységekkel, ottani ellátással még nincsenek jelen Ukrajnában. Hát Isler úr, önök civil szervezetként ugye az, hogy nagyon gyorsan kellett reagálni erre a helyzetre, ott voltak első pillanattól kezdve, de hogyan lehet felkészülni arra, hogy akár évekig egy állandó jelenlétet és tevékenységet igényel, akár az önök részéről is az, hogy ott legyenek és tudjanak segíteni a menekülteken. Fel lehet egyáltalán erre készülni? Menet közben igyekszünk felkészülni, nem lehet felkészülni. Főleg nem egy olyan civil szervezetnek, mint a Máltai Szeretetszolgálat, aki a 90%-át önkéntességre alapozza. Első hetekben, napokban munkatársaink, kollégáink, önkénteseink szabadságot vettek, eljöttek segíteni, de hát lejárt a szabadság, és Romániában sajnos, pedig évek óta már mondjuk, hogy el kellene már fogadni azt az önkéntességet szabályozó törvényt, amely válsághelyzetekben segíti az alkalmazottakit, és az alkalmazó cégeket is. Mert nagyon sokan kijönnének, és nagyon sokan tévéből nézik, árvíz, földrengés, bármilyen katasztrófa esetén tévéből nézik, és egyszerűen tudnak elmozdulni, mert nincs a munkaadójának lehetősége kompenzálni ezeket a kieséseket. Muszáj lesz ezt a törvényt előbb-utóbb elfogadni. Mi nekünk a nagy előnyünk az, hogy ezek a törvények Németországban, Olaszországban, Franciaországban működnek, és egy nemzetközi hálózat lévén nagyon sok önkéntes csatlakozik hozzánk, mert a Európában válsághelyzetet hirdettek, és ebben az esetben a katasztrófa védelmi hatóságok által kiállított papírral a vállalkozó megy, és adókedvezményt kap, illetve a kormánytól visszakapja azután az emberek után, akik nem dolgoztak azt a pénzt, amit veszített, mint cég. Itt vannak velünk, támogatnak, és menet közben készülünk arra, hogy ugye ezelőtt még pár héttel hatalmas szolidaritás volt az országban is. Mindenki gyűjtött, mindenki ez hozta. Ez ma még érezhető szerint? Még érdekel az, hogy mi történik ezekkel az emberekkel? Akarunk-e még segíteni? Mit érzékelnek önök? Még mindig vannak jó lelkű adakozók, és még mindig vannak szolidáris közösségek, de egyértelműen lankad ez a kedv, egyre kevesebb adomány gyűl, egyre nehezebb összegyűjteni ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha eddig összegyűjtöttek egy kis településen 10 kiló lisztet, akkor arról is gondoskodtak, hogy az el is jusson a határra. Ez ma már nem történik meg, és bizony most van még szükség nagyon sok alapélelmiszerre, hisz például mi három karaván fogunk elindítani közelebbről. Az egyik az egy játszóbusz, ami fél órán belül felépítünk egy játszóbusz, és a gyerekekkel próbáljuk dolgozni, gyerekek figyelmét elvonni a háborúról Ukrajnába, tehát a határ túlsó oldalán. Egy következő egy mozgókonyha, ahol 200-300 adag melegételt próbálunk főzni az embereknek, és a harmadik az egy mozgó raktár, ami gyakorlatilag ruhaneművel, meg egyéb egészségügyi felszereléssel próbálja segíteni a rászorulókat. Több lehetőség van tehát a továbbiakban is segíteni. Ugye a háború kitörése óta hivatalos adatok alapján Romániába több mint 1 millió ember érkezett, és hát nem csak itt Románia területén, hanem Ukrajna területén is segíteni lehet. Én köszönöm Tisler úrnak, hogy beszámolt erről a munkáról. Egy gondolat erejéig visszatérnék Ady András úrhoz, és pedig annak kapcsán, hogy ugye NATO csúcs találkozóra is számíthatunk itt a hónap végén, és a NATO főtitkár azt is kifejtette, hogy igen, ezen a csúcs találkozón rögzíteni fogják azt, hogy Oroszország ma már nem partner, veszélyt jelent, és biztonsági, stabilitási kérdésekben igenis veszélyes a térségünkre nézve. Mit von maga után egy ilyen stratégiai dokumentumban szereplő egyfajta nyilatkozat, hogy Oroszország veszélyt jelent, és félnünk kell tőle? Főleg a puffer zónának, a puffer országoknak eddig is a nemzetvédelmi stratégiáikban többé-kevésbé élesen, karcosan szerepelt az, hogy Oroszország veszélyforrás, vagy potenciális veszélyforrás. Ez egészen a 14-es konfliktus előttig visszavezethető vonal. Persze ennyire élesen nem fogalmazódott meg, és ennyire tömbösítve, egyhangulag elfogadva nem fogalmazódott meg. Nekem csak azért vannak enyhe fenntartásaim ezzel a megfogalmazással, mert adott esetben nagyon
nehéz lesz visszatáncolni belőle, és kezd tárgyalásokban, kereskedésbe kezdeni új, teljesen új alapokon, kezdeni egy olyan Oroszországgal, amelyet viszont nem szeretne Európa, az Unió, nem szeretne a NATO, senki sem szeretne valójában abba a zsákutcába kergetni, mint például a Weimari Németországot, hogy felébredjünk egy mindenki által jól ismert képlettel a nyakunkon. Tehát erre is kell gondolni időközben, mert igaz, hogy elhúzódó háborúnak néz ki, de utána is van élet, muszáj élet legyen, és azzal az Oroszországgal viszont Európának kezdenie kell valamit. Hogy mit és hogyan tud kezdeni ezzel, minden bizonyára itt a 24 pluszban is foglalkozunk. Még én köszönöm, hogy itt voltak, sajnos időnk lejárt, de várom önöket még ide a 24 plusz műsorunkba. Köszönöm szépen. Köszönöm. És egy újabb témával folytatjuk, ahogyan ígértem, hazai vetületű tematikával is készültünk már, mutatjuk röviden, hogy mivel folytatjuk. Néhány héttel azután, hogy a Brassói Táblabíróság érvénytelenítette a Sepsiszentgyörgy város zászlaját elfogadó kormányhatározatot, most hasonló döntést hozott a megye zászló kapcsán is. Tamás Sándort, Kovászna megye tanácsának elnökét nem lepte meg, hogy a szélsőségesen nacionalista szervezetek következő lépésként Háromszék megye zászlóját vették célba. Nem volt meglepő sem a románok egységfrontjának a lépése, sem pedig a táblabíróság döntése. A táblabíróságon teljesen véletlenül ugyanaz a bírói tanács döntött ellenünk, mint néhány héttel, pár héttel ezelőtt a Sepsiszentgyörgy zászlaja ellen is ugyanaz az összetételő bírói tanács volt, úgyhogy meg vagyok győződve arról is, hogy amikor kijön az indoklás, akkor copy-paste-tel szóró-szóra ugyanaz lesz az indoklás. Az előző ügyben az indoklás azt kifogásolja, hogy a jelképről hiányzik a román elem. Antal Árpád polgármester szerint azonban ezzel a bíró átlépte a hatáskörét, hisz neki csak is a döntés törvényességét lett volna tiszte megvizsgálni. Tamás Sándor szerint eszement feltételezés, hogy a zászló arany és kék színei a megye nemzetiségeit reprezentálnák, és abban sem ad igazat a nacionalistáknak, hogy nincsen benne elég román elem. Hiszen a megye címerén és a megye zászlón lévő három szín az a piros, sárga és a kék. A Brassói Táblabíróság határozata nem jogerős. A hivatalos közlés utáni 15 napban fellebbezést lehet benyújtani ellene, amit a megyei tanács elnöke meg is tesz. Az egyik kezünkkel védekezünk, építkezünk, a másikkal pedig kardot tartunk és megyünk előre tovább. Hiszen mi azt szeretnénk itt Székelyföldön, hogy úgy éljünk, ahogy a saját elképzeléseink ezt megkövetelik. Ha nem így tennénk, akkor ez kétségtelen a vesztünket jelenteni itt a Kárpát-medence keleti csücskében. Éppen ezért természetes módon, úgy, ahogy eddig is, felnyomjuk a sicsakrostét és megyünk előre, mondta a tanácselnök. Tehát a Sepsiszentgyörgyi és a Kovászna megyei zászlót is, azaz azokat a kormányrendeleteket, melyek ezeket rögzítették, hogy igenis használhatóak, érvénytelenítették, legalábbis itt áll most ez az ügy, és itt van velünk Erdély András, a Kovászna megyei prefektúra szóvívője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Igen, tisztázzuk első körben azt, hogy ez a bírói döntés érvényteleníti azt a kormányhatározatot, melyben ugye a zászló használata jóvá volt hagyva? Hát elvileg érvényteleníti, de hát ez nem egy jogerős döntés, tehát ez megfellebbezhető. Hogyan jutottunk el oda, hogy egy kormányhatározatot, zászló használatra vonatkozó kormányhatározatot bírói döntés érvénytelenítsen? Tehát, hogy egyfajta értetlenkedéssel állunk mi is hozzá ehhez az ügyhöz, hogy procedurálisan azt mondják, hogy rendben volt a kormányhatározat, a bíróság mégis azt mondja, hogy ez nincs rendben. Hogyan értelmezhető ez a helyzet? Hát nekem nincs érkezésem kommentálni, hogy a bíróság mit döntött és hogy döntött. Legfennebb azt tudom elmondani, hogy mit tett a megyei tanács és mit tett a kormány. Egy kicsit én ott nem értem, hogy ez miért a zászlónál tört ki, hiszen procedurálisan a címert nehezebb elfogadtatni, és a címert 2007-ben elfogadták mind a kettőt. Tehát tulajdonképpen a zászlóra csak feltették a címert. A,
A kormány, azt viszont el tudom mondani, hogy a kormány minden létező lépést betartott, tehát most itt a zászlónál előbb a helyi tanácsot meghozzák a döntést, azt felterjesztik a közigazgatási minisztériumban, azok átküldték az Országos Heraldikai Bizottsághoz, amelyiknek egyébként a zászló esetében csak konzultatív szerepe van. Nem találtak kifogást, visszaküldték, összeállították a kormányhatározatot, és elfogadták. Tehát itt nem tűnik úgy, hogy lenne, tehát kívülről nézve úgy tűnik, mintha semmilyen procedurális probléma nem lenne. Ami a címert illeti, amit még 2007-ben elfogadtak, amit egyébként dr. Szekeres Attila, az Erdélyi Címer és Zászlótudományi Egyesület elnöke tervezett mind a kettőt, az ott egy kicsit már, hogy mondjam csak, hosszabb úton kell menjen, mert azt el kell fogadja a helyi bizottság is, a regionális bizottság is, és az Országos Heraldikai Bizottság is, ezek mind szakemberekből állnak, ezeket elfogadták, és jónak találták. Ezt a zászlóra feltették, és egyébként benne van, itt van a kormány rendelet, a kormány határozat, amivel elfogadták, ebben szó szerint azt írja, hogy ha csak a rendkedvéért, hogyha megengedik, hogy románul felolvassam, Smarsurides temei reprezinte toate comunitățile etnice din județ, princere trei culori tradiționale. Tehát szó szerint benne van az, hogy minden népcsoportot képvisel, és folyamatosan arról beszél a kormány határozat, hogy a szív például az itt élő lelki jóságát képviseli. Nem mondja, hogy az itt élő magyarokért, hanem azt mondja, hogy az itt élőkért. Hogy a kard az itt élők bátorságát képviseli. Tehát én nem teljesen értem, hogy mi a probléma, de mondom, hogy azt, hogy mit mondott a bíróság, én azt nem szeretném kommentálni. Ugye a következő lépés az a fellebbezés, ahogyan itt a helyi vezetőktől, megyei vezetőtől is hallhattuk. Ön szerint mennyit kell várni arra, hogy egy végleges bírói döntés legyen, illetve arról beszélhessünk, hogy tovább lépnek, akár szükség van egy újabb kormányhatározatra, vagy igenis, illetve mi van addig, használhatják ezt a zászlót, vagy sem? Le kell venni, ugye? Ezt az előbb itt a bejátszásból idézett Tamás Sándor azt mondaná, hogy mióta a Torjai Jósnő meghalt, azóta erre a kérdés elég nehéz válaszolni. Nem tudom, hogy ez mennyit tarthat. Nem, tehát a prefektúrának ebben semmilyen szerepe nincsen, és így nem is szeretnék én ebben semmilyen állást foglalni. A helyi tanácsok a legjobb belátásuk szerint járnak el, és majd az igazságszolgáltatás eldönti, hogy mi legyen. Endő úr, annyit engedjen még meg egy kérdés erejéig, hogy procedurális szempontból ugye most az az időszak következik, amikor nem használhatják a saját helyi szimbólumaikat. A prefektúra tud-e a helyi közösségnek ez irányba valamit úgymond segíteni, hogy igen, a folyamatot előmozdítsa, hogy jogilag is a szimbólumaink használata rendben legyen helyi szinten? Az a helyzet, hogy ez itt most már az igazságszolgáltatás, amiben a prefektúra nem szól, és nem is szólhat bele, és nem is akar bele szólni. Tehát ez nem biztos, hogy az jó lenne, hogy a prefektúra bármiféleképpen állást foglaljon egy bírósági döntéssel kapcsolatban. Ez egy jogállamban nem illik. Igen, számtalan kérdést felvet, hogy mennyire bízhatunk a román igazságszolgáltatásba ilyen jellegű ügyek kapcsán is, illetve a román-magyar kapcsolatok szempontjából is számtalan kérdést felvet. A helyi vezetők ugye nyilatkozataikban megfogalmazták véleményüket, de nyilván, hogy a prefektúra, a kormány helyi ügyvivője az nem foglal állást ilyen szintű kérdésben. Igen, de egyébként a kormány döntését támadták meg, tehát tulajdonképpen visszatekintve úgy tűnik, hogy a kormány minden procedurális lépést betartott. Akkor is, amikor elfogadta a címereket, és akkor is, amikor elfogadta a zászlókat. Hogy ezt most az igazságszolgáltatás másképp ítéli meg, erre azt lehet mondani, hogy basztál, majd lesz valami belőle. Igen, kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ennek az ügynek a végkimenetele. Remélem, hogy beszélgethetünk még a témáról, azaz jó irányba fog haladni ez az ügy, és beszélgethetünk a pozitív végkifejletről. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm én is. Köszönöm önöknek is, kedves nézőink, hogy velünk tartottak ma este. Holnap ismételten én várom önöket itt a 24 pluszban este 8 órától, tehát az Erdély Magyar Televíziót követve témáinkat is kövessék, kérem. További szép estét, a viszontlátásra!